Az elmúlt hetekben többször is beszámoltunk híradónkba azokról a fejlesztésekről, amelyeket a zentai önkormányzat végzett el. A témában a stúdió vendége Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok önnek és a Pannon tévénézőinek! Ha összesítenénk, ugyebár nagyon sok fejlesztést tudtak elvégezni ebben az évben, az egyik legfontosabb a csatorna hálózat bővítés, ennek a tervei, hogyan, mennyit tudnak idén megvalósítani? Hát összesen az idén pályázati pénzekből összeszámoltuk, tehát az entai önkormányzat kb. 400 millió dinárig jutottunk el, ami fejlesztésekre tudunk fordítani. Ha azt veszük, normális költségvetésünk bevételi az 600-650 millió dinár, akkor ez egy nagyon jelentős összeg, és hát bízunk benne, hogy ezeket a sikeres pályázatokat az év végig, vagy a jövő év elejékbe is tudjuk mind fejezni, hiszen most indulnak el, szerződések alá vannak írva, és hát ezután kezdődnek meg az igazi munkálatok. Vannak, ahol már be vannak fejezve a munkálatok, kisebb beruházásoknál, de az zöme az most fog elindulni, most van a közbeszerzés fázisába. Az egyik ilyen szegmens, ami Zentán nagyon jelentős, főleg a kertekhelyi közösségben, ott a legnagyobb a lemaradásunk a csatornaházat képítése. Ez ugye Zentán egyesített rendszerű, tehát az esővíz, csapadékvíz és a szennyvíz elvezetésére szolgál. Itten az egyik pályázatunk, ami sikeres volt, az 20 millió dinár a tartományi nagybeási igazgatóságnál. Tehát az ő pályázataikon nyertek. Így van, ez körülbelül 50%-os önrész, 50%-a tartománytól kapunk. Itten három projektunk nyert, az egyik az Ifjúsági utcában, másik a Munkás utca, a harmadik a Szkópje utcában, még a negyedik utca az pedig a Szabadkai út, ebbe a kertekhelyi közösségbe. Itt a közbeszerzést befejeztük, a munkálatok elindulnak, hamarosan ki van választva kivitelező. Még a másik helyi közösségünkben, ez a Centár Tópart helyi közösség, itt tulajdonképpen egy utca maradt ki a helyi járóékba épített csatornahálózatból, ez az Ács József utcába. Itt tervdokumentáció se volt, tavaly évben elkészítettük a tervdokumentációt, ezzel is sikeresen pályáztunk, viszont a mezőgazdasági titkárságnál tartományban 14 millió dinár, a beruházások értékeit 80%-át biztosítja a tartomány, 20%-át mink. Itt majd most indulnak meg a közbeszerzések, de gondolom, hogy évvégére ezeket a munkálatokat is befejezzük. És ami még a csatornáláshoz tartozik, az a harmadik pályázatunk, az a szennyvíztisztító állomásnál a szivattyú állomás felszerelése, ez egy 10 millió dináros beruházás, ez is tartomány támogatásra 80%-20%-a fog megvalósulni az év folyamán. De nem csak a szennyvíz hálózatot, a szennyvíz elvezetést fejlesztik, hanem az útburkolatokat is javítják, ha jól tudom, a Népkert közelében egy új út épül. Hát igen, a sportcsarnokunk beruházásnál szerettük volna megvalósítani ezt a 760 méteres útszakaszt. Tulajdonképpen ez a sportcsarnok felé vezet, a medencénk felé vezet, a Vikend telepünk Halászcsárda Vikend telep felé, vagy a Rétbe, ahol nagyon sokan laknak már, tehát hogy így mondjam, vagy a Pánai részbe, tehát egy óriási terület, egy nagyon forgalmas, és hát egy keskeny, kb. 4 méter széles út volt ez. Két évvel ezelőtt egy harmadát körülbelül megbírtuk csinálni, tavaly szerettük volna, de viszont mire a pályázat lezárult, már bejött az ősz idő, és nem bírtunk neki elkezdeni a munkálatokat. Az idén most már megkezdődtek a munkálatok, ez is tartományi támogatással, 17 millió dináros beruházásról van szó, közel 15 milliót a tartomány nagybeás igazgatóság biztosít, a többit az önkormányzat. Megindultak a munkálatok, mint ahogy mondtam, egy 5 méter széles utat kapunk ezen a 760 méteres szakaszon, és akkor marad egy kis rész, amit
Hát az idén nem hiszem, de jövőre biztos be fogunk fejezni, és akkor komplet útszakasz föl lesz újítva és kiszélesítve. De nem csak magán Zentán, hanem Felsőhegy felé is egy bicikli utat, egy kerékpár utat kezdtek el építeni. Ez tulajdonképpen azoknak nagyon jó, akik Felsőhegyről járnak be dolgozni Zentánra. Hát tulajdonképpen ez most még a városba levő szakaszról van szó, ez a úgynevezett Tornyosi úton, ahol most már ugye mondhassuk, mind a két oldalon ki van építve korszerű kerékpárút. Tudjuk, hogy ez a Tornyos út az egyik mezőgazdaságépekkel talán a legforgalmasabb útja a városnak, és szükség volt, hogy így mondjam, a kerékpárosok biztonságára és a közlekedés biztonságvégét is, hogy képítsük. Az, ami még itt elmaradt, az egy körülbelül 100 méter hosszú szakasz, ami a vasúti átkelő. Itt megszereztük az összes jóvágyást a vasúttársaságtól, tervezőnél vannak a jóvágyások, bízunk benne, hogy egy hónap múlva körülbelül tervdokumentáció elkészül, és hát utána, vagy az év folyamán, vagy a jövő év elején ezt a kis szakaszt is képítve át tudjuk adni a rendeltetésen ezt az egész szakaszt, és átérhetünk a Gróf-Batthyány Lajos utcára, mert ott is szintén hasonlók a problémák. Tehát a kerékpárút szükséges azon a szakaszon is. De nem csak az utakat és a szennyvízhálózatot fejleszték, hanem egy igen nagy fába vágták a fejszélyüket, hogy a helyi oktatási és egészségügyi intézményeket is felújítják, az épületeket magukat. Hát igen, Zenta ugye közismert, hogy középiskolai város, a régi gimnázium épületünk, ami több mint 140 éves, normális az 140 év alatt lett, már felújítás végezve rajta és hozzáépítés, viszont nagyon szükséges egy komplett felújítás a régi épületnek, és hát szükséges hozzáépítés még 6 tanteremnek, hiszen ebben az épületben 3 középiskolánk dolgozik, a klasszikus gimnáziumunk, az egészségügyi középiskola és a közgazdasági középiskola. Itt sikerült, hogy mondjam, két forrásból előteremtenünk pénzt, a szerb kormány részéről egy 186 millió dináros támogatást, ami a régi résznek a felújítása, még a hozzáépítést, magyarországi támogatása, az körülbelül 40 millió dinár, és így 6 új tanterem lesz kialakítva az épületen belül, ami biztosítja, hogy az komfortos tanulási lehetőséget mind a 3 iskola számára. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm is a lehetőséget.